dolgot, hogy azért talán példa nélkül ezzel a megyében ennyi társaság közösen együtt tölti a sajtó résztvevői és munkatársai. Én bízom benne, hogy ez is jelzi azt, hogy valamennyien odafigyelünk a sajtó munkájára, és valamennyien közösen gondolkodunk a sajtóról. Nagyon nehéz a mai világban önöknek, akik kezében toll van, és a negyedik hatalmi ág, mint a média, 40 évvel élhetnek, és vissza is élhetnek, és nem zavai újságírókról beszélnek. Megkülönböztetni, vagy megkeresni azt az utat, ami arról szól, hogy a mai versenyben, ahol elsődleges a hír gyorsaságának eljuttatása a fogyasztóhoz, ahol a példányszám növelése rendkívül fontos, ahol el kell dönteni, hogy az online média vagy az írott sajtó lesz a jövő, ez eldőlt, de mégis tegyük fel a kérdést. Ez egy csomag. És van a másik csomag. Hitelesen, becsületesen, tisztességesen, őszintén tisztájékoztassuk a lakosságot, az embereket, akikkel közösen dolgozunk. E kettőségben azt gondolom, sokat számít az, hogy ki milyen sajtóorgánunknál dolgozik, és ki milyen személyiségű maga. Hisz egy ember saját maga testesíti meg a termékét, és ez az ember szolgálja azt gondolom a sajtót, a munkahelyét, és szolgálja valószínű, hogy a érdeklődő polgárokat.